Vajon merre tart a világ atomenergetikai szempontból, és van-e létjogosultsága a paksi atomerőmű bővítésének? Ezekre a kérdésekre is választ kaphattak azok, akik a Zsuffa István szakkollégium szervezésében megvalósuló megtörtént előadáson részt vettek. És hát az előadó most itt van velünk, Hárfás Zsolt energetikai mérnök, az Atombiztos blog főszerkesztője, akitől elsőként azt kérdezem, hogy hát tényleg merre tart a világ az atomenergetika területén, és mennyire áll szemben az atomenergia a megújuló energiákkal? Szervusz, köszöntelek! Szervusz, jó napot kívánok mindenkinek! Én úgy gondolom, hogy ma már teljesen egyértelmű, hogy az atomenergia a reneszánszát éri, hiszen egyre több ország ismeri fel azt, hogy annyi mennyiségben a klímavédelmi ellátás, biztonság és versenyképességi céloknak is megfelelve villamos energiát csak és kizárólag atomerőnek révén lehet megtermelni. Hogyha már szóba került a megújuló energiaforrások is, a szakmai szervezetek is, én is, és a felelős politikusok és más szakemberek is teljesen egyetértenek abban, hogy a klímavédelmi célok elérése érdekében az atomenergiára és a megújuló energiaforrásokra egyaránt szükség van. Tehát, hogyha el akarjuk érni a globális klímavédelmi célokat, akkor az atomenergiának és a megújuló energiaforrásoknak a részarányát azt nagy mértékben növelni kell, miközben a fosszilis részarányt radikálisan csökkenteni szükséges, hiszen anélkül nem tudjuk elérni a klímavédelmi célokat, és tulajdonképpen elbukik a klímavédelmi háborút. Bár most az atomenergetikáról beszélünk, de egy nagyon pici kitérőt engedj meg a megújulók felé Magyarországon. Mely megújuló energiaforrásnak vagy energiaforrásoknak lehet létjogosultsága? Ez is egy nagyon fontos kérdés, mert én úgy gondolom, hogy Magyarország energetika területén is példát mutat, hiszen a felelős kormányzati politikai döntések végén 2030-ra a hazai villamos energiatermelés 90%-a klímabarát lehet, ennek pedig két alapvető pillére van. Egyrésztől a PAKS 2 atomerőmű megépítése és beüzemelése, másrésztől pedig a megújuló energiaforrások közül a naperőművek további fejlesztése, és az elmúlt években valójában azt láthatjuk, hogy egyre több naperőmű kapacitás épül be a villamos energia rendszerbe. Ugyanakkor én mindig hozzá szoktam tenni, hogy minden ország számára egy olyan egészséges energia mix elérés a cél, ami egyaránt figyelembe veszi az egyes villamos energiatermelési módok előnyeit és sajátosságait is. Itt arra gondolok, hogy akkor is szükséges villamos energiát szolgáltatni, amikor éppen nem süt a nap, hogy is vagy nem fogy a cél. No, hát mindjárt beszélgetünk PAKS 2-ről, meg ennek a projektnek a jelenlegi állásáról, de előtte még egy pár szót talán arról érdemes beszélnünk, hogy a hazai villamos energetikai iparnak, meg szektornak, meg egyáltalán az ellátásnak mik most a kihívásai? Ez is egy nagyon fontos kérdés, hiszen azt láthatjuk, hogy évek óta nagyon súlyos kihívásokat szembesül a hazai villamos energia rendszer. Ennek egyik legfontosabb megoldandó problémája, hogy évek óta éves szinten egy olyan 25-27% a villamos energia import részaránya a hazai villamos energia fogyasztásból, ez pedig már most is egy nagyon súlyos ellátásbiztonsági, sőt nemzetbiztonsági kockázatokat is hordoz, hiszen nem tudhatjuk, hogy ez az import meddig is milyen áron állhat rendelkezésre, különösen azért nem, mert a szomszédos ország is hasonló helyzetben vannak, mint Magyarország, ott is folyamatosan növekvő villamos energia fogyasztással számolnak a következő években és évtizedekben, miközben klímavédelmi és egyéb okokból számos alaperőmű kapacitást le fognak állítani, ez pedig borítékolhatóan európai szinten súlyos kapacitás hiányt fog okozni. Éppen ezért Magyarországnak azt a célt kell kitűzni, hogy a jövőben a hazai fogyasztókat döntően hazai erőművek révén lehessen kiszolgálni, és ehhez a kihíváshoz még az is hozzátartozik, hogy évek óta azt is láthatjuk, hogy folyamatosan növekszik a csúcsigény Magyarországon, hiszen például február 11-én is megdőlt az addigi csúcsfogyasztás Magyarországon, hiszen ezen a napon este 6 óra körül új történelmi csúcs született 7119 megawatt értéken, és ehhez azt is szintén hozzá kell tenni, hogy a hazai fogyasztókat ekkor is csak úgy lehetett 100%-osan ellátni biztonságosan villamos energiával, hogy a szomszédos országokból is jelentős importot hoztunk be.
Na hát akkor térjünk rá a következő percekben most már a Paks 2 projektre. A véleményed szerint mi adja ennek a beruházásnak a létjogosultságát? Ugye viszonylag szélsőséges vélemények is megjelentek Paks 2-vel kapcsolatban. Van, aki nagyon egyetért vele, és azt mondja, hogy kell, a másik oldal meg elkaszálná ezt az egészet. Szerinted mi a létjogosultság annak, hogy Paks 2-nek meg kell épülnie? Szerintem három fontos dolgot lehet röviden kiemelni, hogy miért szükséges Paks 2. Egyrészt Magyarországon is ellátásbiztonságot kell tudni garantálni, ezt pedig csak úgy lehet megtenni, hogy az alaperőművek mellett ott vannak a csúcserőművek és a menetben tartó erőművek is, hiszen az teljesen egyértelmű, hogy időjárási megújulókkal, napi szélerőművekkel nem lehet 100%-osan garantálni egy országnak az ellátásbiztonságát. Tehát az első fontos kérje az ellátásbiztonság. Másrészt azt is nagyon fontos látni, hogy a mai célkitűzése a kormányzatnak, hogy a rezsit alacsony szinten tartsuk, és ennek pedig alapvető kérdése az, hogy megépüljön a Paks 2 atomerőmű is, hiszen azt is láthatjuk, hogy az olyan országokban, ahol túlzottan hagyatkoznak például napi szélerőművekre, ott toronymagas villamos energiárak vannak, ilyen például Németország is. Ezzel szemben pedig Magyarországon, ahol jelenleg is működik a Paksi atomerőmű, egy nagyon szolid villamos energiárral találkozhatnak a háztartási fogyasztók. Egy konkrét példa, Magyarországon egy háztartási fogyasztó egy kilowattóráért közel 37 forintot fizet, miközben Németországban ez az értéke 120 forint per kilowattóra, ennek pedig alapvetően az az oka, hogy Németországban súlyos erózív milliárdokkal támogatják a megújulókat csak azért, hogy üzemelni tudjanak. A nemzetközi szervezetek pedig egyértelműen azt mutatják ki a tanulmányaikból, azt a következtetést lehet levonni, hogyha összehasonlítjuk az egyes villamos energiatermelési módokat a teljes életciklusra, akkor az atomenergia a legversenyképesebb villamos energiatermelési mód. A harmadik pillér pedig a klímavédelem, hiszen ezt is a magyar kormányzat a zászlaját tűzte. Paks 2 nélkül ki kell jelenteni, hogy nem lehetne a klímavédelmi célokat elérni, hiszen csak a Paks 2 atomerőmű révén éves szinten közel 17-18 millió tonna szén-dioxid kibocsátást lehet megelőzni például a szénerőművekkel szemben. Ennek pedig alapvetően az az oka, hogyha megnézzük az egyes villamos energiatermelési módok kibocsátási értékeit, akkor azt láthatjuk, hogy az atomenergiának a teljes életciklusra vonatkoztatott szén-dioxid egyenérték kibocsátása csak 12 gram per kilowattóra, ezzel szemben pedig például a szénerőműveknek ez az érték 820 gram per kilowattóra, a gázerőműveknek pedig 490 gram per kilowattóra. Tehát azt is mondhatjuk, hogy az atomenergia klímabarát, zöld energiaforrás, bárki bármit is mondjon. Hát ennek ellenére azért sokan, vagy hát néhányan a kritikusai közül mégsem tartják megújulónak, mondván, hogy majd akkor lesz megújuló, hogyha például ezek az új típusú szaporító reaktorok majd elterjednek. Erről mi a véleményed? Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen a nukleáris ipar most arra tart, hogy lehessen zárni a nukleáris üzemanyag ciklust, aminek az a létjogosultsága, hogyha ez sikerül rendszer szinten nagyon sok országban megvalósítani, akkor tulajdonképpen a kiégett üzemanyagkazettáknak a tárolásának a kérdése az nagyon megkönnyebbül, hiszen ezeket a kiégett kazettákat újra fel lehet dolgozni, újfajta üzemanyagot lehet belőlük készíteni, és ezeket az újfajta üzemanyagokat pedig egy úgynevezett gyors neutronos reaktorba lehet tenni, és azáltal is villamos energiát lehet termelni. Ilyen szempontból pedig a Paks 2 atomanyagot építő rosszatom világfejlesztéseket hajt végre, hiszen Oroszországban már üzemelnek ilyen gyors neutronos blokkok, és tulajdonképpen Oroszország rendelkezik minden olyan technológiával, amivel ezt a nukleáris üzemanyag ciklust be lehet zárni, tehát én úgy gondolom, hogy a mérnöki tudás az határtalan, és mindenre meg lehet találni a biztonságos megoldást. Egy nagyon rövid kérdésre és válaszra maradt még időnk. Mik most az információid arról, hogy áll most tulajdonképpen ez a Paks 2 projekt? Szóval az első kapavágás mikor történhet meg? A jelenlegi tudás szerint 2022-ben az első kapavágás az tulajdonképpen megtörténhet.
számos nagyobb engedélyt már megszerzett, további engedélyek beszerzése az folyamatban van, de egy valami nagyon biztos, hogy Magyarországon első rendben nukleáris biztonság, tehát ezzel minden felett, tehát a legbiztonságosabb blokkot kívánja Magyarország megépíteni a Paks 2 projekt keretében. Zsolt, köszönöm szépen, ennyi fért bele a beszélgetésünkbe, hát nagyon sok hasznos információ elhangzott, és talán az atomenergiát egy picit közelebb hozhattuk az emberekhez a segítségeddel, de hát az újságíró az újságíróval beszélget, akkor talán ilyen jó beszélgetések születhetnek, újságíró és szakember, hiszen mind a mellett, hogy az Atombiztos blogot főszerkeszted, amellett energetikai mérnök is vagy, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartottál előadást, ennek kapcsán beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. A kedves nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!